Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, egy három szög szerelem, amikor valaki van a háttérben. Például egy hölgy, hiszen neki még van egy párkapcsolata. És hogyan alakulnak a dolgok, mit várhatsz el tőle, ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd ezt a jóslást, mint egy személyes jóslás, háromszög kapcsolat. A díjam az 4000 forint. Itt ez a kártya mutatja azt, hogy mit gondol ez a hölgy róla, vagy erről a párkapcsolatról. Itt megjelenik a horgony. Ez a hölgy biztos abban, hogy itt le tud horgonyozni. Vagy megvan ez az elképzelés, hogy legyen egy stabil párkapcsolat. Mit érez iránta a hölgy érzelmei? Ez a kép szimbolizálja az utakat, és az jelenti a változásokat. Számára fontos a biztonság érzete, de mégis elgondolkozik azon, vagy úgy érzi, hogy más úton kellene járnia. Nem tudja, hogy mit tegyen, maradjon együtt vele, vagy jobb lenne eltávolodni tőle. Mit fog tenni? Itt látható a mozgás, tehát lesznek változások. Ez a kép jelenthet egy másik férfit is, hogy a hölgy az ragaszkodik ehhez a férfihez. Lehet, hogy a munkahelyen ismerik egymást, hiszen a horgony az jelentheti a munkát és a hivatást is. Valahogy úgy érzi, hogy hamarosan döntenie kell, hogy marad-e ebben a párkapcsolatban, vagy lesz egy új kezdet ezzel a férfivel. A lelki társad. Hogy gondol róla, vagy mit gondol, mit tervez, ami az ő kapcsolatukat illeti? Itt a gyermek jelentheti a gyermekeket is. Lehet, hogy van közös gyermek, és emiatt úgy érzi, hogy felelősséget kell vállalnia, és benne kell maradnia ebben a házasságban, vagy ebben a párkapcsolatban. Persze a gyermek utalhat egy új kezdetre, vagy arra is, hogy ő egy kicsit naív, nem lát át a dolgokon. Hogy érzi magát ebben a párkapcsolatban? Itt látható a hamis róka, ő rossz döntéseket hoz, ez a párkapcsolat nem teszi jót neki, az is lehet, hogy ez a hölgy kihasználja őt, hamis vele, becsapja őt. De olyan, mint egy gyermek, olyan ártatlan, vagy olyan kis naív. Mit fog tenni? Ügyel az anyagiakra. Lehet, hogy az anyagiak összekötik őket, vagy úgy gondolja, hogy anyagilag támogatnia kell ezt a hölgyet, vagy a családot. Vagy azt is jelentheti ez a kártya, hogy rendezi az anyagi dolgokat, és akkor utána lezárja ezt a kapcsolatot. Ez a férfi. Hogy gondol rád? A gólya jelenti a változásokat. Ő úgy látja, hogy nálad megváltozott valami a hozzátartásod, vagy megváltozott a külsőd, megváltozott a véleményed. És mit érez irántad? A kép szimbolizálja a csillagokat, ami szerencsét hoz, tehát ő örül annak, ha lát téged, boldog veled. Megvan a bizalom is, mert úgy érzi, úgyis minden úgy lesz, ahogy a csillagokban ez meg van írva. Hogy kellene gondolnod erről a hármas kapcsolatról, mi a véleményed? Itt látható ez a hegyvidék, ami jelentheti a hideg-rideg tartását néha,
vagy utal egy nehéz helyzetre. És van arra remény, hogy legyenek változások, hogy együtt legyetek. Itt kisüt a nap, tisztázódnak bizonyos dolgok, nyíltan tudsz vele beszélni, tehát megvan erre a remény. Az is lehet, hogy eltart nyár hónapig, mire lesz egy változás. A te érzelmeidet itt látjuk. Te szereted őt, hiszen itt megjelenik a szív, hűséges vagy, kitartasz mellette, türelmes vagy. És mit kellene tenned annak érdekében, hogy javuljon a helyzet? Itt a levél jelent egy hírt, lehet, hogy jót tenne az, ha leírnád az érzelmeidet, vagy az elképzeléseidet. És a jövő az itt látható. Ez a virágcsokor jelent egy kellemes meglepetést, ő közeledni fog hozzád, lesz egy meghívás, lesz egy jó hír, vagy megajándékoz téged. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!